A 200. előadást tartják pénteken délután az Edvi Malomban. A város Nagygyimót felé eső szélén található fogadóban aktív rendezvényszervező tevékenység zajlik, melynek köszönhetően rendszeresen tartanak programokat a pápaiak számára. Pénteken délután 5 órától dr. Gazdag Ferenc egykori tűrös diák, a Nemzetvédelmi Egyetem tanára tart előadást a pápaiaknak a Malomban, Hová tart a komporszák hajója címmel. A 200. előadásra készülnek az Edvi Malomban. Önmagában már ez is jeles teljesítmény. Ugyanakkor egy másik jubileumot is jegyeznek 2015-ben, árulta el Sánta Csaba tulajdonos. Dupla évfordulónk van, mert a 10 éves a rendezvény szervező tevékenység az Edvi Malomnak, és ugye ez a 200. előadása. Hogy hogyan jutott el ide, ez egy nagyon hosszú és szép folyamat. Azt tudom megfogalmazni, hogy a friss erő, a fiatalos erő az képes csodákra. A 2005-ös évtől kezdve nagyon sok fiatal vett körül, akiknek ugye hát áttört az ereje, szerettek volna valami újat létrehozni, szerettek volna a semmiből alkotni, és ez a lendület ugye az én tevékenységemmel is párhuzamosan futott, mert én is 2001-ben ugye egy lepusztult épületet vettem át, a semmiből való teremtés vágya ugye jóval fiatalabban átjárt, és egyesültek ezek az erők. Volt egy híres neves rendezvényszervező csoport, a Partitúra rendezvényszervező csoport, ők kezdték el, illetve együtt alkottuk meg az első rendezvényeket, a Schmidt lányok voltak benn, a Huba, a sógorom, a Polgár György, és valami eszeveszett fiatalos lendülettel, tényleg a romokon, a lepusztult épületbe beleraktuk azokat az értékeket, ami a közönséget ide vonzotta. Zenei rendezvények, színi és egyéb előadások várták az elmúlt 10 évben a Malomba kilátogatókat, olyanok, mint a Malomparti vigasságok, a zenélő udvar, a csendes csodák vagy az értékeink élőben. A Malomnak számtalan neves tudós, művész, szakember volt már vendége, többek között Popper Péter, Séfer Erzsébet, Mohás Lívia, Bagdi Bella, Mácsai Pál, Szabó Gyuri bácsi füvesember tartott itt már előadást a pápaiaknak. A helynek úgy érzi, nagy vonzereje van, mondta el Sánta Csaba. Én úgy gondolom, hogy természetesen van, és én ezt el is hiszem, és azért tudom ugye hitelesen képviselni az Edvi Malom újjászületését, ugye, tehát hogyha a 2001-es időpontra megyünk vissza, ez egy rom épület, és ugye az a teremtés vágy, ami rajtam keresztül áttáramlik, azt talán észreveszi a külvilág is. És az előadók is mind hitelesek, életmunkájukat hozzák ide, olyan információkat, ahol nem lehet máshol hozzájutni, nem lehet csak úgy megtanulni, és ez a vonzás, ez szerintem ez így párosul. Gondolom, amikor egy előadó elfogad egy meghívást, akkor megnézi, hogy hova jön. És ez öröm, hogy elfogadják a meghívásainkat. Az elmúlt 10 évben ugye ez a 200 rendezvény 3 nagy rendezvény csoportra tagolódott. Az első volt a Malomparti vigasságok, aztán jött a Csendes csodák rendezvény sorozat, és utána pedig a jelenleg is folyó Értékeink élőben rendezvény sorozat. És ugye hát ebben sok-sok témát érintettünk. A Malomparti vigasságok a színi előadásokkal kezdődött. Egy-két példát Tabarin megbékélt ellenségek, Karinti Ferenc, Gellért-hegyi álmok, nagy híres előadás volt a Sör, Shakespeare összes röviden, a Hódasi Balázsék segítségével. Akkor a zenélő udvar program kereteibe a jazz nagyöregje Pega Aladár volt nálunk, Váci Eszter és a Szörp, akkor Ferenci György és a Racka Jam, nemzetközi fúvószenekari találkozó volt, akkor a híres Malomfestek, ami sok éven keresztül ment, ugye fiataloknak zenei program, Haverok Weekend zenész találkozó,
egy fiatalosabb lendülete volt ennek a programsorozatnak. Ezek voltak a kezdések, a 2005-ös kezdések. És utána jött a Csendes csodák, ez már egy komolyabb hangvételt vett. Itt jelentős hagyományőrző programok voltak, Szent Ivánéjeket csináltunk, akkor Barokkvigasságot, Magyarok vásárát, Vitézek találkozóját. A Csendes csodák vendége volt például Berec András népi mesemondó, Fűr Anikó színésznő, Mácsai Pál színész, Karafiát Orsolya költő, énekes, Vujic Trutko riporter. És akkor volt egy átmenet, ami a Csendes csodák, illetve már az Értékeink élőben programsorozat átmenete, összekötője volt. Itt foglalkoztunk nagyon sokat a lelki egészséggel, a vallás témakörével. Híres előadóink voltak, Popper Péter pszichológus, Schäfer Erzsébet Pulitzer-díjas írónő, Mohás Lívia pszichológus, Dr. Süle Ferenc pszichiáter. Gyönyörű koncerteket adott, meditációs koncerteket, Bagdi Bella, Máté Imre bácsi, a Rába közi tudók 49. nagymestere, a Jotengrit könyvek szerzője volt nálunk, a mester Tampai Rinpoche, buddhista szentember tanító, akkor Vitéz Jó Katalin, Pilisi lélekigazító, Oroszi Mihály, Szanki iskoláját ismerhettük itt meg, Virág László Gábor teológus, tehát sorolhatnám, csak kiemeltem a legfontosabbakat. És ez a történet szépen átfolyt, ugye, hogyan az én is egy picit a fiatalos hétből ugye engedve, egy kicsit úgy megülepedve, áttértünk ilyen komolyabb műfajra, ezek pedig ugye a magyarság előadások, tehát a magyarság történetét célzó előadások, és olyan híres professzorok jöttek el hozzánk, akik az egész életüket arra szentelték, hogy egy témakört kutassanak. Az Értékeink élőben rendezvénysorozat vendége, rendszeres vendége dr. Varga Tibor jog- és vallástörténész, a Szent Korona Szabad Egyetem megalapítója. Akkor volt nálunk dr. Kiszeli István, antropológus, genetikus, aki 60 évet kutatott Belső Ázsiába. Dr. Hankó Ildikó, biológus, antropológus, aki a magyar királysírok történetével foglalkozott, dr. Bakkai Kornél professzor, őstörténettel foglalkozott, fiatal kutató, dr. Obrusánszki Borbála, történészkeletkutató, a Sztyeppén a kurgánsírokat tárja fel, dr. Aradi Éva, az indoszkíták jeles kutatója. Akkor ilyen, hogy Szántai Lajos irodalomtörténész, akkor ifjabb Tompó László irodalomtörténész, Négyesi Lajos hadtörténész, volt nálunk Balczó András, öttusa olimpiai és világbajnok, gyönyörű előadást tartott, az élete eszenciáját rakta ide le az asztalra. Akkor az Értékeink élőben előadássorozatnak egy fontos útvonala volt még a népgyógyászat, illetve ehhez kapcsolódó egészségmegőrző előadások. Ilyen volt dr. Őri Ajándok professzor, orvoslásunk Kínába vezető gyökerei, Meridian Torna magyarországi atya. Akkor előadónk volt Pór Balázs, hagyományos kínai belgyógyász, az egészséges élet a megváltozott világban, ezzel a témakörrel foglalkoztunk. Akkor Szabó Gyuri bácsi, a bükifüves ember, akkor a Zánkáról a Takács Feri bácsi, gyógynövényszakértő, dr. Kis Zoltán, kémikus, gyógynövényszakértő. Tehát így az eszenciáját így megragadva, illetve a filozófiáját ennek az előadás sorozatnak, így lehet tömören megfogalmazni. Nagyon sok előadó volt még, de ez a veleje neki. A programoknak a végén van egy kis szeretett vendégségünk, ami arra való, hogy beszélgessenek az emberek. Beszélgetnek az előadóval, beszélgetnek egymás között, és kialakul egy olyan hangulat, amiből hát lehet táplálkozni, lehet előbbre jutni, és igen, a közönség is javasolhat, hogy kit szeretnének hallani. Szeretek ide járni a Malomba, mert nagyon változatos előadásokat láthatnak itt az érdeklődők.
Láthattak itt az elmúlt 10 évben buddhista mestert, aki a világot járja. Találkozhattak irodalmárokkal, történészekkel, politikusokkal, gyógynövényhez értő szakemberekkel, kínai orvosláshoz értő szakemberekkel. Tehát mindenki megtalálhatja maga érdeklődési körének megfelelőt. Aztán kellemes élmény az előadások után, a beszélgetés, egy kis szeretett vendégség, amin részt vehetünk. Hasonló érdeklődési körű emberek jönnek itt ilyenkor össze, és szívesen elbeszélgetünk, sokszor még órákon keresztül itt maradunk az előadások után. Ha csak lehet, rendszeresen itt vagyok, azért szeretek ide járni, mert egy színvonalas dolgot kap itt az ember, színvonalas előadást. Nem nagyon láttunk errefele celebeket, hogy így mondjam. Viszont annál több írót, tudóst, kutatót, papot, illetve olyan embereket, akik az egész életüket bizonyos tudásnak a megszerzésére és elsajátítására, illetve feldolgozására, kutatásra használják. És hát ez azért nagyon megfogja az embert. Valójában erre vagyunk mi kiéhezve. Hát általában nem vagyok válogatós, mindent nagyon szívesen megnézek, amit itt a Csaba szervez, mert látom, hogy nagyon jó az elképzelés. Minden egyes előadás, hogy úgy mondjam, hat ránk. Sokszor akarva, akaratlanul, de másként szervezzük meg az életünket, és ezek nagyon fontos dolgok. Az Edvi Malomban február 27-én pénteken 17 órakor kezdődik a 200. előadás. A vendég ezúttal dr. Gazdag Ferenc, a Nemzetvédelmi Egyetem tanára, volt tűrös diák lesz, aki Hová tart a komporszák hajója címmel tart előadást az Edvi Malom közönségének.